Kedves nézőink, Marosán Csaba színész nevét nem csak színpadi szerepei kapcsán ismerik, hanem a magyar költészet nagyjait népszerűsítő előadó estjei is hozzájárultak ahhoz, hogy megszeresse, megkedvelje őt a közönség. Számos költőnek, írónak az életművéből válogatott már, néhány nappal ezelőtt a frissen összeállított Arany János estjével lépett fel. Ebből következik egy rövid részlet, majd Széma Nemese Rózsával beszélgetek itt a stúdióban, aki szerkesztőtársa volt Marosán Csabának a szövegkönyv összeállításakor. Ahol a házakban még faragott bútor állt, ahol még egyszerűen élt apám s anyám, ahol a sűrű erdők elnyelik a túlvilág zaját, valahol ott látott meg engem a nagyvilág. Szülőhelyem Szalonta, nem szült engem Szalomba, ezért vágyom naponta Kunyhóba és Vadonba. Hogy mikor is láttam meg a napvilágot? Na, arra nem igazán emlékszem, de szüleimtől mindig azt hallám, hogy azon a vasárnap volt, mely József és Gergely nap, éppen ezért először Józsefnek akartak hívni. Hogy hogy jutottam a János szép névhez, még most se értem. A kis bogárhátú viskó számomra szent egyház vala, hol füvem soha egy trágárszót nem hallott szüleimtől. Alig 3-4 éves koromban édesapám, aki igazi írástudó parasztember volt, hamuba írt betűkön megtanított engem olvasni. De úgy, hogy mire iskolába jutottam, nem csak hogy olvasni tudtam, de némi olvasottsággal is bírtam. Édesapám megvakult, édesanyám pedig nem sokra rá meg is halt. Az 1840-es évek közepén fölmerült az a lehetőség, hogy a Shakespeare összes művét átültessék magyar nyelvre. Éppen ezokból kifolyólag létrejött egy úgynevezett Shakespeare bizottság, melynek én is tagja voltam, és tulajdonképpen egy egyik híres állásfoglalásának megfogalmazásában én is részt vettem. Shakespeare, úgy amint van, sikamlós, nem ritkán obszcénus részeivel adassék-e a magyar közönség elé. Itt az a kérdés, hogy teljes Shakespeare-t akarunk-e, vagy megcsonkított, hézagos, kasztrált kiadást. A magyar közönség becsületére válik, ha szemérem érzete még azon szabadságot sem tűrheti a művészetben, melyet nagy írók, festők gyakran vesznek. 1839... Írtuk már e levelet. 30 éves, Julim édes, lelki frigyem te veled. Ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, s én szegény. Nem volt messze olyan összeillő pár a föld tekén. 1840-ben nősültem, ekkor föltettem magamban nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak és családomnak, lenni közönséges ember, mint más. Egy év múlva megszületett Juliska lányunk, majd rá 3 évre Laci fiunk. Kedves nézőink, tehát rövid részlet hangzott el Marosán Csabának az Arany János estjéből, és amint mondtam önöknek, ennek az estnek az összeállításánál együttműködött Marosán Csabával Széma Nemese Rózsa is, aki itt van velem a stúdióban. Szervusz, Nemese, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz, én köszönöm a meghívást. Beszéljünk egy kicsit rólad. Ugye Marosán Csaba nincs itt, mert Székelyudvarhelyen van fellépése, de ez nem is gond, hiszen láttuk őt már a felvételen. Te azonban a háttérben munkálkodtál. Most a nézőknek feltétlenül azt kell tudniuk rólad, azon túl, hogy irodalmár vagy, és azon túl, hogy ugye az MK-nél számtalan kulturális esemény szervezésében részt veszel, hogy jó magadnak is szoros kapcsolata van a verssel, és pedig hogyan köszöntöd be a vers az életedbe? Igen, ez így van, elég régóta szoros kapcsolatban élek a versekkel. Tulajdonképpen hosszú lenne elmondani, de nagyon röviden valamikor nem tudom. Hát nyilván iskolás koromban elkezdtem szavalóversenyekre járni iskolai szinten, meg megyei szinten, és
Az egyik nagy mérföldkő egyébként az 2000-ben a milleniumi évkor volt, amikor a Magyar Köztévé szervezte a többek közt a Haza a magasban versmondó mozgalmat, és abba belekapcsolódtam, amiben mindvégig részt vettem. Szóval így kerültél te a vers közelébe. Úgyhogy akkor ebben az összeállításban gyakorlatilag kettős minőségben segítettél bele. Ugye bölcsészként, irodalmárként, aki ismeri az Arany János életművet, és hát ugyanakkor a vershez értő versmondó emberként, aki azért érzi, hogy hova kell helyezni a hangsúlyokat, milyen ritmicitása legyen egy bizonyos szövegnek. Igen, ezt már az elején éppen erről is beszéltünk Csabával. Ő régebben is többször is kérte azért a segítségemet, ha más nem, akkor utólag, mert nem volt eddig, inkább nem volt nekem időm arra, hogy ilyen szorosan vagy részletesebben együtt dolgozzunk. És mondtam is neki, amikor elkezdtünk az Aranyesten dolgozni, elkezdtük összeállítani a szöveget, vagy egyáltalán megbeszélni a koncepciót, hogy amikor meg lesz, akkor nagyon szívesen meg is hallgatom akár, hiszen egyrészt egy külső fül az mást hall, mint amit az előadó igen, hall és a saját belső magáról. Idő az teljesen másképp telik, mint a külső igen. Idő, ugye erre nagyon sokszor rájöttünk. Ugye ebből a rövid részletből is kiderült az, hogy nem csak Arany János verseihez nyúltatok hozzá, hiszen gyakorlatilag éppen ebben a bejátszásban egy önéletrajznak a részleteit hallhattuk, amit maga Arany János írt meg, de azért ez nem annyira ismerős a nagy közönség számára ez az önéletrajz. Sőt, én tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nagyon hálás vagyok Csabának, hogy felkért erre a dramaturgi munkára, hiszen én sem tudtam róla, hogy van Aranynak egy ilyen nagyon részletes önéletrajz, ezt tulajdonképpen egy levélben küldte el Gyulai Pálnak, ha nem tévedek, nem vagyok benne biztos, akkor a Kisfaludi Társaságba való beválasztásakor talán, ez nem egészen biztos, de az biztos, hogy levél volt, és az is biztos, hogy sokkal részletesebb, mint amit engedett közölni aztán Gyulainak. Tehát ebben az önéletrajzban részletesen leírja azt is, hogy lett ő vándorszínész, hogy milyen helyekre ment el a társulattal, hogy alakult neki ez a vándor, nagyon rövid vándorszínész élete. És ilyen nagyon-nagyon őszinte, tehát meglepően igen. Őszinte, amikor azt mondja, hogy hát megnősültem és eldöntöttem, hogy én többet olvasással nem foglalkozom, szóval éppen Arany Jánost ilyet mondjon, ezt most nagyon érdekes így visszahallgatni, ugye 200 évvel a születése után. Még nagyon-nagyon sok érdekes részletet felfedeztetek, amit én megfigyeltem, hogy azért nagyon-nagyon sok az olyan szöveg, ami nem közismert, ez tudatos volt részletekről, hogy abból válogassatok? Egy másféle Arany Jánost akartatok megmutatni? Igen, amikor összeültünk, akkor pont ez volt az egyik dilemma. Ugye Marosán Csaba úgy állítja össze ezeket az estjeit, ezt ő felvállaltan ezzel a céllal szerkeszti ezeket az esteket, hogy iskolákba elvigye, és tulajdonképpen diákoknak, nyilván nem csak nekik, de hogy a fő célközönsége azok az iskolás korú diákok. És éppen azon beszéltünk, hogy egy olyan estet állítsunk össze, amelyik a kötelező, tehát a tananyagban benne levő szövegekből áll össze, vagy éppenséggel hagyjuk ki, amennyire csak lehet a kötelező szövegeket, és próbáljunk meg egy teljesen más Aranyt. És hát nagyon hamar, ugye kezünkbe került Csabának köszönhetően Lövétei Lázár Lászlónak egy picike füzetecskéje széljegyzetek Arany Jánoshoz alcímmel jelent meg, és abban zseniális versek vannak, és akkor én rögtön mondtam, és ebben Csaba is abszolút partner volt, hogy akkor e mentén kezdünk el még olyan szövegeket keresni, amiket szinte senki vagy senki nem ismer. És hát azért megjelennek ugye a tananyagban való versek is, csak egy kicsit másképpen, mert szó esik ugye az esten, szó esik a Velszibárdokról is, szó esik Ágnes asszonyról is, csak van egy kicsi csavar a történetben, de neked hagyom a szót, hogy mondd el te, hogy mi a csavar bennük. Igen, a Velszibárdok az első pillanattól kezdve eldöntöttük, hogy ez benne lesz, csak még nem tudtuk, hogy hogyan. Talán a nézők közül is többen vannak, akik látták, nemrégen megjelent egy magyarországi grafikus művésznek egy
képregénye a Velszibárdokra, és volt egy ilyen ötlet is, hogy azt valahogy beemelni az Estbe, tehát hogy valahogy közelíteni a fiatalok felé. Aztán ez végül is nem jött össze, vagy legalábbis még nem jött össze. Akkor megtaláltuk Pap Attila Zsoltnak a szövegét, amit aztán beépítettünk az Estbe, ahol ő arról írt, a Velszibárdok és a, vagy Arany János és a foci, vagy valami hasonló címe van, hogy mennyit adott Arany János azzal nekünk, hogy megírta a Velszibárdokat, és talán észre sem vesszük, hogy annyira mindennapjaink részévé vált, hogy azért viseltetünk olyan nagy rokon szemvel, ugye, igen, a Velszi nép iránt, mert Arany János megírta ezt a verset. A másik érdekes vonulata, és akkor zárjuk ezzel, hogy nagyon sok leget és érdekességet soroltatok fel Arany Jánosról. Tehát elkezdve onnan, hogy a legtöbb szót használó magyar költő volt, de hogy még jó néhány ilyen dolgot összeszedtetek, ami szintén nagyon ilyen figyelemfelkeltő célzattal volt, gondolom, bekomponálva a teljes egészbe. Igen, hát ugye ezt nemrég jelent meg egy cikk erről, hogy modern technológiával megszámolták az Arany által használt egyedi szavakat. Régebben is tartotta magát az állítás, hogy ő használta a legtöbb egyedi szót, de most már ugye tudományosan is ez igazolva van. És amellett pedig azt szerettük volna még, hogyha egy picit kidomborítjuk azt az oldalát, amit nem ismerünk, hogy ő mennyire humoros és játékos volt, és hogy lehet, hogy talán efelől is kellene közelíteni Aranyhoz, hogy... Igen, hogy nem mindig az elmélkedő, igen, gondolkodó költőt lássuk, hanem azért lássuk azt, hogy volt humoros, benne jócskán humor, irónia. Önirónia, igen. Önirónia. Na hát én remélem, hogy mindenki kedvet kapott ehhez az Arany János esthez. Ugye azt láttuk a felvételen, hogy teltház volt. Marosán Csaba a beszélgetésünkkor azt mondta, hogy ez csak a főpróba volt, tehát hogy még azért lesz itt Kolozsváron is, meg más erdélyi városokban is ez az előadás. Én nagyon sok sikert kívánok nektek hozzá. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, a beszélgetés lezárásaként is következzen egy részlet az előadásból. Most nézzük meg, hogy napjainkban milyen lenne, ha napjainkban írnál Szilágyi Őrzsébet azt a fekete rúter. Nem holló. Szilágyi Őrzsébet e-mailjét megírta. Emotikonokkal azt is telesírta. Fiának megy a mély London városába, ahol az mosogat egy setét kocsmában. Gyermekem, jól vagy-e London városában? Megjött-e a csomag, benne kis kolbász van. Egyél ám, nem fázol? Van ott meleg holmi? Inglisű beszélsz már? Tudunk majd skype-olni? Kell-e pénz? Ide néz. Nem élünk nagy lábon, de amit spórolunk, összeguberálom. Hát az az egyetem, egy gyűjtesz szatandíja, és az a lány Gwendolyn, jaj, olyan, mint egy díva. Kattintja a küldést, sürgeti a gépet, ám a rendszer hiba éppen most fellépett. Apukám! Levelet írtam a gyereknek, s a szöveg hova tűnt? Kihajítom eztet! Apuka, letöröm derekat, ha a gépet bántod? Egy vagyon aranyom, kérjük meg a Márkot! Márk, értem én szomszéd úr, hogy a cucc beégett, gőzöm sincs mi a baj, hát hívják fel a céget. Asszony, vinnél e-mailen bár valami angyal, úgy talán szót váltuk az én kisfiammal. Cég. Nyugalom, asszonyom, húzza ki a rútert. Hogy az mi? Kis doboz. Szíve attól bútelt. Ne belepisíts soha, nem tehetek róla. A vonal működik, mint egy svájci óra. Keresem fekete dobozkát, amelyben a zöld fény éjjel is motoszkált. Rútere fekete, kutasson utána, mászom fel, nézzen be, padlás a kamrába. És hogyha kiúszta, vár 10 másodpercet, akkor dugja vissza, háha villog serceg. Keresik, kutatják, kamrába, padláson, szegecset, gerincek, ki lesz, ki felmászol. Megnézik végül a beépített szekrényt,
A router ott gubbaszt, leszidott gyerekként. Kihúzzák, kapcsolják, delejes fény villan, és az e-mail kiröppen a mailboxból vígan. Pár perc sem telt belé, már is jött a válasz, mobilról elküldve, szívélyes és nyájas. Köszi a csomagot, kéne pénz is némi. Ó, igen. Jaj, igen. Így csak ő tud kérni.